Erre rámegyünk. Betölti nekünk az itteni mesét. A kutya, aki nap akart lenni. QR kóddal működik a Baranyai Kiskassa legújabb attrakciója, mutatja település polgármestere. Ezzel lehet elérni és megnyitni azt az oldalt, ahol a padhoz tartozó mesét hallhatják az érdeklődők. A mesesétáló kialakítását egy látogatás alapozta meg. Amikor Vókányba jártunk, ott a művelődési asszisztens ajánlta nekem, hogy van egy mesesétáló, és hogy csatlakozzunk mi is ehhez a kezdeményezéshez. Akkor kérdeztük tőle, hogy mégis mi ez a mesesétáló. Hát valami olyan QR kódos történet, mesék vannak. Hát de mondom, hogyan kerülnek oda a mesék? Hogyan kerül oda a QR kód? Hát nem tudom, végül is mindent a Diósdiak Diósdért Egyesület csinál. Kérdezd meg őket. Felvették a kapcsolatot a Diósdiakkal, majd a segítségükkel kialakították a saját mesesétálójukat. Szerettük volna a mese világába visszaterelni a gyerekeket, ugye, az okos kütyüktől, mert most már azért csak ennek a világát éljük, hogy mindenki az okos telefonok mellett, a tablet mellett nem igazán mozdulnak ki a gyerekek a szabadba, és talán ezzel ki tudjuk csalogatni a szülőket, a gyerekeket a szabadba, tudják hozni magukkal az okos kütyüt, mert azt úgy is szeretik nyomkodni, és akkor tudják hallgatni a meséket zöld övezetbe, és különböző szép meséket hallhatnak. Hat helyszínen, vagy ahogy a kiskassaiak nevezik, szusszanul lehet hallgatni ezeket. 4 magyar népmese és 2 mese Erdélyi Alexandra helyi szerzőtől, aki a település egyik önkormányzati képviselője lett a júniusi választás után. Azt gondoljuk, hogy a 21. században nagyon nehéz olyan dolgot létrehozni, ami megállja a helyét a 21. század által kínált színes lehetőségek a megannyi inger gazdag palettáján, és hát a mesesétálóról úgy gondoljuk, hogy egy olyan kezdeményezés, ami híd, egyszerre híd az online és offline tevékenységek között, minőségi kikapcsolódást jelent a családoknak. A helyieknek tetszik az újdonság, amit június 29-én adtak át a faluban. Rengeteg gyerek vett részt a programon, és a hőség ellenére is nagy örömmel vetették bele magukat a sétáló felfedezésébe. Ezen kívül abban bízunk, hogy akik Villányba, vagy Siklósra, vagy a környék más turisztikai látványosságaihoz kirándulnak, majd betérnek hozzánk, mert ez egyébként is azt hiszem, hogy a múltban is jellemző volt, hogy bebekukkantottak a faluba, és bízunk abban, hogy ez még inkább jelent majd valamiféle vonzerőt a számukra. Az országban a kiskassai mesesétáló kialakítása a 18. a sorban. Kassa a kiskassai kiskakas sétálója. Ez a hivatalos elnevezése a faluban, ahol az egyik helyszínen gumiabroncsokból játszóteret is kialakítottak még pluszban. Egyébként 2020-ban indult a mesesétáló, és azóta folyamatosan csatlakoznak a települések a kezdeményezéshez.